útfelújítás, több mint 160 kilométernyi útszakasz felújítása kezdődött megyénkben, mely várhatóan még az idei évben be is fejeződik. Autópiac. Áprilisban közel 40%-kal több gépkocsit értékesítettek hazánkban, mint tavaly ilyenkor. Értéktár. Három kulturális örökséggel és egy természeti kincsel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár. Több mint 160 kilométernyi útszakasz felújítása kezdődött megyénkben, mely várhatóan még az idei évben be is fejeződik. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az útfelújítási programra a Magyar Közút ZRT több mint 12 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást költhet. A költségkeretből a nyíregyházi belterületi útszakaszokra mintegy 1 milliárd forintnyi összeg jut. A Magyar Közút az autópálya ideelső részével együtt összesen 2266 kilométer hosszú útszakaszt üzemeltet a megyénkben. Ebből mintegy 10%-nyi utat újítanak fel a közeljövőben, amely munkálatok egy része már el is kezdődött. Mondta el a projektek ismertetéséről szóló sajtótájékoztatón a ZRT megyei igazgatója. Két program keretében újítjuk fel. Az egyik a terület- és településfejlesztési operatív program keretében történik, ahol összesen több mint 60 kilométer kerül felújításra. A másik program az úgynevezett 100 milliárdos program, ebből pedig több mint 90 kilométer úthálózatunk kerül felújításra. A felújított útszakaszokon természetesen nem csak a burkolatok építésére kerül sor, hanem az autóbusz leszálló peronok, az autóbuszöblök átépítésére is, és figyelünk arra, hogy a földútcsatlakozásoknál megerősítésekre kerüljenek a csomópontok. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke a rendezvényen hozzátette. A rendelkezésre álló forrásokat úgy osztották el a felújításra szoruló utak között, hogy a kiemelt funkciókat és feladatokat ellátó, valamint a gazdasági szempontból jelentős útszakaszokat helyezték előtérbe. Igyekeztünk most a rendelkezésre álló forrásokat pontosan azokra az útszakaszokra összpontosítani, amelyek egyrészt felújításra szorulnak, másrészt pedig olyan funkciókat töltenek be, akár egy település belterületén, vagy akár külterületén is, amelyek vagy a település szempontjából, vagy pedig akár olyan gazdasági szempontból plusz funkcióval bírnak, ami mindenképpen megoldásra szorul. És ha lehet kiemelni, akkor mindenképpen kiemelném azt az útszakaszt, amely Nyírbátort köti össze az M3-as autópályával, amely azt hiszem, hogy gazdasági szempontját tekintve az egyik legfontosabb útszakasz jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és ezt nagyon örülünk, hogy ennek a felújítása már el is kezdődött. Baracsi Endre a rendezvényen hozzátette, az útfelújítás mértéke és az útfelújításra fordítható költségkeret nagyságrendje egyedülálló léptékű az elmúlt évtizedekhez képest. Áprilisban közel 40%-kal több autót értékesítettek hazánkban, mint tavaly ilyenkor. Ezzel Európa élvonalába került Magyarország az új gépjárművek forgalomba helyezésének növekedését tekintve, hiszen az uniós növekedés közel csupán 10% volt. A szakemberek szerint az emelkedés a magánvásárlók visszatérésének, az alacsony betéti kamatnak és a mostanra kifutott deviza alapú forint hitelek lezárásának köszönhető. Európa élvonalába került Magyarország az új gépjárművek forgalomba helyezésének növekedését tekintve. Ennek hátterében több minden is áll a szakemberek szerint. Az egyik ilyen tényező, hogy a magánvásárlók visszatértek az autópiacra, arányuk meghaladja a 40%-ot. Azonban azt is bele kell számolni, hogy az 1-3 autós céges üzletek szintén magánvásárlásnak tekinthetőek, így már 50% fölé lendül a mértadat. Összességében valamivel több, mint 12 ezer új autót adtak el áprilisban hazánkban. Ez 36%-os növekedést jelent a tavaly áprilisi adathoz képest. Ebben azért benne van egy nagyobb állami flotta értékesítés, a rendőrségi autókat, ez az 1500 darabos megrendelés volt, ez azért megdobta csak az április hónapot, de összességében a kumulált első négy havi adat is 15%-os növekedést mutat tavaly év ugyanazon időszakához képest. Ez azért egy szép növekedés az új autók piacán. Hozzáteszem, a használt autók piaca is ugyanilyen arányban 15-20%-os növekedést mutat. Ennek oka a hitelek kedvezősége.
A kifutott deviza alapú hitelek nagy részét már lezárták, csak forint alapú hitelt tudnak felvenni az emberek. Emellett alacsony a jegybanki kamat is, így kedvező autóhiteleket lehet találni, hogy akár használt autók közül is bárki megtalálhassa a számára megfelelő gépjárművet. Általában a fiatal, kevés kilométeres használt autókat keresik. Az új autók piacán a német és a japán modellek a nyerők. A használt autók piacán elsősorban a benzines modellek, amelyek kiemelkedő keresettek, de az új autók statisztikában is megmutatkozik, hogy már többen vesznek benzines autót, mint dízel autót. Egyre népszerűbbek az elektromos és a hibrid autók is. Ezeknek bár kedvezőek az adózási feltételeik, és a japán modellek nagyon megbízhatóak, egyelőre nem jelentenek nagy fenyegetést a klasszikus használt autópiacra. Négy új értékkel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, a kulturális örökségek közül a gyürei református templom, Árokháti Béla emlékhelye, a bürkös zenekar hagyományőrző művészeti tevékenysége, és a keleti gyepű, a természeti kincsek közül pedig az újfehértói szikes került a megyei értékek sorába. Újabb kincsek kerültek be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba. A bizottság május 16-ai ülésén négy kulturális örökséget és egy természeti kincset vett fel az értéktárba, amelyeket most harangodon mutattak be. Az értéktár így jelenleg 105 megyei értéket számlál, ám ez a szám folyamatosan bővül. Most többek között bekerült a bürkös zenekar is, amely munkásságával érdemelte ki ezt az elismerést. Mellettük természetesen teljesen egyenjogú értékként került be Árokháti Bélának az emlékhelye a gyürei református templomban, illetve az újfehértói szikes, mint természetvédelmi terület, és a keleti gyepűnek a hagyományőrző tevékenység, a keleti gyepű egyesületnek, akikre szintén nagyon büszkék vagyunk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a legutóbbi értéktárbizottsági ülésen felvett értékek elég színesek, és egy nagyon komoly palettát ölelnek fel a megyei értékek sorában. Az értéktárba felvett bürkös zenekar nemrégiben a megyei közgyűlés kitüntetését is megkapta. Pár héttel ezelőtt megtudtuk azt is, hogy a megyei közgyűlés által felajánlott Szentpéteri Zsigmond díjat is mi kaptuk meg. A Szentpéteri Zsigmond díj azoknak a civil szervezeteknek, közösségeknek, együtteseknek adható, akik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kultúrát ápolják, tovább éltetik. Ők úgy döntöttek, hogy mi erre alkalmasok vagyunk, és most köszönöm szépen itt mindenkinek, aki bízott bennünk. Köszönjük szépen azoknak a polgármestereknek, akik javasoltak, úgymond felterjesztettek bennünket erre a díjra. Ez a díj polgármesterek által jöhet létre, tehát ők terjeszthetik fel az egyéneket. Az együttes Bürkös Nap néven szervez kulturális programot a Harangodi Téka táborban, ahol lesz főzőverseny, koncert és táncház is. 150 ezer forintos támogatást kapott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány. Mónus József világbajnok íjász ajánlotta fel árverésre egyik íját, amellyel tavaly a Nemzetközi Hódítók kupáján nyert Isztambulban. A licitálásból befolyt összeget a kórház alapítványának ajánlotta, amely ápolási eszközök beszerzésére és az idős betegek komfortérzetének javítására fordítja majd az adományt. Mónus József, többszörös világrekorder, tradicionális táblövű íjász idén árverésre ajánlotta fel egyik íját a Nyíregyházi Városbálon. Az itt befolyt összeggel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány támogatja. A Hódító kupája, ugye tavaly rendezték meg Isztambulban, és ez egy óriási presztízsű verseny volt. Azt gondolom, hogy a történelmi táblővészetnek a egyik legjelentősebb versenye. Egy évet készültem erre a versenyre, ami arról szól, hogy bármilyen fonterőnél, tehát korlátozás, ijjerő korlátozás nélkül a legtávolabb kell lelőni a harcosoknak. Ez olyan szintű verseny, hogy például Törökországban 3-4 hónapig válogatják a legnagyobb lövőket, több mint 1000 lövő készül rá, hogy odaengedjék őket a versenynek a legjobbjaihoz. Tavaly én 428. lövő voltam körülbelül. És nem csak az a feladat, hogy legtávolabb előjünk, hanem egy bizonyos zónába, egy 70-80 méter zónába kell belőni a nyilvesszőt. És ez az íj, amit felajánlottam a kórháznak, az alapítványnak, áverése, ez arra volt való, hogy begyakoroljam, hogy ebbe a zónába mindig beletaláljak.
Mónus József, Bece nevén a fehér farkas, mintegy 300 nyertes íjat őriz. A tavalyi megmérettetésen 72 méteres távolsággal győzte le a második helyezettet. A felajánlott íjra Varga Károly ígérte a legnagyobb összeget, őszintén íjászkodik és egyben gyűjtő is. A sajtótájékoztatón vehette át Mónus József íját. A licitáláson 115 ezer forint volt ennek az ára, Varga Károly végül ezt az összeget kiegészítette, és 150 ezer forintot adományozott a kórház alapítványának. A licitálás lényege igazából a kórház alapítvány támogatása, de ami a legfontosabb, hogy ennek a fantasztikus magyar embernek, aki tényleg a magyar zászlót emeli magasra azzal, hogy világbajnokságból és világrekordokat ér el, őtől szerettem volna megkapni egy olyan íjat, ami egy fantasztikus relikvia egy magyar ember számára. Tehát én ezt szeretném, és most már hál' Istennek köszönhetően ő neki is, illetve az alapítványnak is, ennek az egésznek, hogy most már az enyém lehet ez az íj. Az alapítvány az árverésből befolyt összeget, 150 ezer forintot az öregedés méltóságáért elnevezési programra fordítja. Ezt idén indította az alapítvány. Ennek oka, hogy idősödő társadalom lévén egyre több idős embert ápolnak a kórházban, közölte Franz Mónika. A jövőben nagyobb összeget szeretnének fordítani a betegellátó osztályok felszereltségének javítására, illetve az időskorú lakosság számára indítanának olyan programokat, amelyekben arról tájékoztatják a részvevőket, hogy hogyan kell egészségesen élni időskorban, hangzott el a sajtótájékoztatón. Gyűjtjük a bevételeket, a fölajánlásokat, és egy nagyobb összegből tudunk venni. Amit elsődlegesen célul tűztünk ki, az szintén az ápolási szakértőkkel egyeztetve, hogy a betegek mobilizálására koncentrálunk. Tehát a gyógyulás alapfeltétele az, hogy a betegek minél könnyebben tudjanak kimozdulni, tehát hogy magukat el tudják látni, amihez mobilizáltságukat kell vagy kialakítani újra, vagy fenntartani. Az íj átadásán az is elhangzott. A felajánlás jó példa volt arra, hogy bárki segíthet és tehet a betegek gyógyulásáért. Négy érkezőt jelentett be kedden a Kisvárda labdarúgó csapata. A története első élvonalbeli szezonjára készülő Egyesület 3 brazil korábban a Flamengo-ban futballozó játékossal erősítette meg keretét. Luis Felipe Ventura dos Santos-szal, Anderson Picóval és Jefferson Gomez de Oliveira-val kötött szerződést a Szabolcsi Gárda. A negyedik új játékos a 17-szeres ukrán válogatott Temur Partsvania 2021-ig kötelezte el magát Kisvárdán. A 26 éves játékos a védelem közepén és jobb oldalán juthat majd szóhoz. A békési SSK otthonában aratott 10 pontos győzelemmel zárta az alapszakaszt a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese a második helyen fejezte be a bajnokságot a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjában. A folytatásban a 4-es döntőbe jutásért az Újpest Megyeri Tigrisek csapatával játszik a Nyíregyházi Gárda. A tavaly szerzett bronzérem után ismét az élmezőny célozta meg a Sunshine Nyikse az NB2 keleti csoportjában. Az alapszakaszban nagy versenyfutás volt a nyíregyháziak, a Cegléd, a Deac és a Szolnok között. Az utolsó fordulóban Békésen 81-71-re nyert a Nyikse. Kovács Tibor együttese 23 győzelem mellett mindössze 3 kis különbségű vereséget szenvedett, így ezzel a teljesítménnyel a második helyen zárta a bajnokságot csoportjában. Előzetesen azt reméltük, hogy az élmezőnyben fogunk végezni. Úgy is gondoltuk a játékos állományunk, hogy fokozatosan erősödött és kialakult ez az egységesnek mondható csapat. Az első néhány forduló után már alapvető cél volt az, hogy szeretnénk a 4 között végezni. Ez reálisan elmondható volt az ellenfelek játékerejét, illetve a mi játékerőnket figyelembe véve, illetve az eredmények alakulása folytán. Utána fokozatosan jött meg az étvágyunk. Én azt gondolom a realitást talaján maradva, hogy ez nagyon szép teljesítmény, nem mondom, hogy erőn felüli teljesítmény, de azt az teljesítményt, amit úgy elvállaltó a csapattól, én azt gondolom maximálisan hoztuk. A csapatkapitány szerint a rutinos játékosok és a fiatalok a pályán, valamint azon kívül is jó közösséget alkotnak.
Nagyon kis összetartó jó brigád vagyunk, ugyanis az öltözőben is megvan az a fajta csapat összetartás, csapat szellem, illetve az öltözőn kívül is, ami ezt a teljesítményünket igazolja. A második hely azt is jelenti, hogy a nyíregyháziak tovább játszhatnak az NB1B-be jutásért. Az első körben a közép-A-csoportban győztes Újpest megyeri Tigrisek együttese lesz Kovács Tibor csapatának ellenfele. Számtalan magyar rutinos játékos, akik már az NB1-ás légkört is nagyon sokszor megtapasztalták, illetve hát az NB2 szabály lehetővé teszi több külföldi játékos szerepeltetését, és az ellenfélbe három szerb rutinos játékos van, akik nagyon meghatározóak ebben a csoportban. Az újpestiekkel a kuparendszerű párharc két meccsét a jövő héten játsszák le a nyíregyháziak. A továbbjutó bekerül a négyes döntőbe, amely a feljutásról dönt majd. Az ötödik helyen fejezte be a bajnokságot a női kézilabda NB2 északkeleti csoportjában a Kölcsei Déese. Hadobás István együttese 12 győzelem mellett 6-szor szenvedett vereséget. Az ifjúsági csapat sorozatban 10-szer végzett dobogós helyen, ezúttal harmadikként zárt a Kölcsei. Rangadót játszott a bajnokság záró fordulójában a Kölcsei Déese, amely 35-33-as vereséget szenvedett Hajdúböszörményben. A Hadovás István által irányított együttes végül az ötödik helyen zárta a szezont, 12 győzelemmel és 6 vereséggel. A szakember elégedett csapata teljesítményével, mivel elmondása szerint erős volt az északkeleti csoport mezőnye, ráadásul a bajnokságnak szinte nem volt olyan szakasza, amikor mindenki a rendelkezésére állt volna. Soha ennyi nehézséggel nem küzdöttünk még itt a sérülésekre, betegségekre gondolok. Márkus Gizinek csak egy példa, kétszer volt gipszelve a keze, Kelemen Grétának a válla kiugrált állandóan, Rabina Inez 5 hetet kihagyott, meghatározó emberén Tilki Andit műtötték, Gyimesi Lolának keresztalak szakadása volt, mint ahogy Katona Krisztinek is, és még sorolhatnám, úgyhogy figyelembe véve minden körülményt, és az, hogy borzasztóan erős a mezény, 4 ponton belül vagyunk az első helyezett csapathoz képest is, tehát az éremért, a legjobb helyezésekért végig harcban álltunk. Ennek függvényében azt gondolom, hogy a 27. idényünkben maradéktalanul elégedett vagyok. Az első 3 helyezett csapat egyaránt 28 pontot gyűjtött, a Kölcsei pedig 24 ponttal zárt. Az ifjúsági csapat sorozatban 10. alkalommal végzett dobogós helyen. Az előbb említett problémák, ha nem következnek be, akkor biztos vagyok benne, hogy simán érmet szerzünk, vagy még a legfényesebbet is esetleg. Sokáig vezettük is a tabellát, viszont azt hiszem, hogy nálunk erősebb csapatok sem bírnak el ennyi sérülést, úgyhogy mindössze ez kellett volna. Remélem, hogy elkerül bennünket egyszer is mindenkor ez a sérülés hullám, mert egyébként nagyon egységes volt a csapatom, és aminek nagyon örülök az eredmények mellett, hogy nagyon sokat fejlődtünk taktikailag. És hát ha hozzáteszem, hogy ifi játékosaink közül néhányan, ugye Rabina Inezről elég, ha elmondom, hogy 9,5 gólos átlaga van a felnőtt mezőnyben, második helyen végzett 16 évesen a góllövő listán, az ifi mezőnyben 15,5 gólos átlaga van. Az utolsó meccsen példaként Debrecen ellen tegnap 24 gólt lőtt ifi mérkőzésen. Szenzációsan fejlődött, és hát mellette nagyon elégedett voltam a fiatalok közül Torkos Hannával, Tóth Grétával, Katona Beával, akik már a felnőtt csapatban is nagyon-nagyon szépen bizonyítottak. A Kölcsei és lányok még egy ideig edzésben maradnak, aztán következik a nyári pihenő. Az edző elmondása szerint ezúttal nem várható nagy játékos mozgás, így ha sérültek felépülnek, a jelenlegi keret kezdi majd el a felkészülést. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Több mint 160 kilométernyi útszakasz felújítása kezdődött megyénkben, mely várhatóan még az idei évben be is fejeződik. A programra a Magyar Közút ZRT több mint 12 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást költhet. A költségkeretből a nyíregyházi belterületi útszakaszokra mintegy 1 milliárd forintnyi összeg jut. Áprilisban közel 40%-kal több autót értékesítettek hazánkban, mint tavaly ilyenkor. Ezzel Európa élvonalába került Magyarország az új gépjárművek forgalomba helyezésének növekedését tekintve, hiszen az uniós növekedés közel csupán 10% volt. A szakemberek szerint az emelkedés a magánvásárlók visszatérésének, az alacsony betéti kamatnak és a mostanra kifutott deviza alapú forint hitelek lezárásának köszönhető. 4 új értékkel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár. A kulturális örökségek közül a Gyürei Református templom Árokháti Béla emlékhelye, a Bürkös zenekar hagyományőrző művészeti tevékenysége és a Keleti Gyepű, a természeti kincsek közül pedig az újfehértói Szikes került a megyei értékek sorába.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták. Május 23-án szerdán friss hírekkel, holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra. Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Továbbra is magas nedvességtartalmú, meleg és labilis levegő áramlik a Kárpát-medence térsége fölé. Az előttünk álló éjszaka gomoly felhőképződés várható, majd gyengén felhős idő valószínű, elszórtan lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, a déli óráktól több helyen valószínű zápor, helyenként zivatar, felhőszakadás is kialakulhat. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Pénteken még erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és több felé kell számítani záporesőre, zivatarra, néhol felhőszakadásra. A hétvégére szárazabb levegő áramlik fölénk, és egyre több napsütésben lesz részünk, de a gomoly felhőkből szorványosan még kialakulhat zápor, esetleg zivatar. A következő napokban koronyárias időre van kilátás.